A Nagyradonovác és Maghetes közötti erdős területen tábla figyelmeztet arra, hogy tilos a szemetelés. A házi szárnyasokat sem lehetne szabadon tartani, mégis vannak, akik nem törődnek ezzel. A terület különleges értékű táj, erre egy jelzés is figyelmeztet. Az említett Radonovác utcában a földes út menti erdős rész rendezett. Azonban a rengeteg mélyén már más a helyzet. Szabadka erdei egyre szennyezettebbek, ahogy az látható pont egy szemétkupac kellős közepén állok. Itt a műanyag flakonon át egészen az építkezési hulladékig minden megtalálható. A helyek azt mondják, hogy nem tudják pontosan, hogy kik azok, akik itt hagyják ezeket a hulladékokat, illetve a törmeléket, de annyit elmondtak, hogy sűrű látnak erre autókat, akik befordulnak, eldobják a szemetet, majd pedig távoznak. A fák szomszédságában élők is tapasztalják, hogy sok a hulladék. Nagy András figyel a tisztaságra, de sajnos az autóval is közlekedő szemetelőkkel szemben, mint mondja, tehetetlen. Nem tudom én ki az most, elmén arra egy autóba, ledobi elmén, vagy zsákba ledobik, de most már nem annyira, mint az előtt, nem. Az ágakon műanyag tasakok lógnak, szemét borítja a tisztást, itt szinte minden megtalálható. Kamionponyvától kezdve egészen az egérrágta szobaszőnyegig. Itt vagyunk a Radonovác utcában, azaz a Radonovácskában, ahol nem csak az erdő mentén széthagyott szemét jelent nagy problémát, hanem például az, hogy vannak ilyen elhagyatott hétvégi házak, ahol szintén, ahogy látható, nagyon sok a szemét, és ezt senki nem takarítja el. A maghetesieket felháborítja, hogy sokan szeméttárolónak használják a helyi erdőt. Bocor Géza is erre panaszkodik. Elviszi oda, tudja. Nem viszi a szemétre, hanem hát ritkán tesznek konténereket, hogy a nép nagyobb konténerbe bele tudja azt a nagyobb valamit tenni, mert az a kis, amit van a szemétnek, az a kis doboz, az nem, abban nem fér bele olyan sok minden, akkor ritka hely, de mindig kéne valami nagyobb konténerre, 2-3-at vagy 4-et is kitenni. Az illetékesek is küzdenek a problémával. Mirszad Nálit, a Maghetes helyi közösség közgyűlési elnöke kiemelte, ők napi kapcsolatban vannak a Vajdaság erdei közvállalat illetékeseivel és Szabadka város vezetésével. Folyamatosan takarítják a területet. Azt azonban senkinek sem tilthatják meg, hogy az erdőben közlekedjen. Upoznati smo sa svim zajedničkim snagama rešavamo i mi i građani i mi građani mjesne zajednice zajedno sa saradnjom Vojvodine šuma. Znamo da se ne može to sve da sredi, da očisti, mi smo svjesni toga, ali ne možemo mi nikome da zabranimo da hoda šeta. Megpróbáltuk elérni a Vajdaság erdei közvállalat illetékeseit is, de eddig még nem nyilatkoztak a témával kapcsolatban.